Üdvözlök mindenkit! Hölgyeim és uraim! A mai nap egy újabb időmérőedzést fogunk látni. Pillanatokon belül rendkívüli időmérőedzés. Történelmi pillanatnak lehetünk hamarosan szemés fűtanúi, mert hogy ilyen még nem volt korábban. Úgyhogy hát én kíváncsian várom. Méghozzá azért várom kíváncsian, én annyira nem vagyok oda ezekért a sprintelgetős hülyeségekért. Viszont ami szerintem érdekes lehet, hogy a tegnapi időmérő edzéshez képest most tud-e valaki még javítani? Vagy esetleg rontani? Hát például itt lehetne mondani De Vriest, Gaslyt, Russellt, ugye? Alonsót, talán Strollt is ide lehet sorolni, mert az Aston Martinnak voltak technikai gondjai. Én legalábbis marhára úgy vettem észre, tehát azért, na, a Q2-ben már gyorsabbak voltak legalábbis azon a körén, amit utoljára futott Alonso, amin konkrétan begurult a végül a boxba. Azt a kört befejezni, akkor 2/10 gyorsabb lett volna körülbelül, mint a Q3-ba, amit futott leggyorsabb köre. Úgyhogy érdekes, kérem szépen. Azt mondja, hogy DRS nélkül, hát most ez alatt mit értesz egyébként, hogy a DRS nélkül? DRS nélkül futott a Q3-ba azt a kört, vagy mi? DRS nélkül? Az ki van zárva? Hú, várjatok, itt ilyenkor nincsen zene, baszki. Ajajajajajajajaj. Ha? Ajaj, mert itt az intro alatt egy kicsikét állítgatni kellett a hangon ismét, ugye? Ja, Istenem, csodálatos. Havaszki, most viszont nekem meg kell oldalom ezt a hang problémát. Hogy a kurva életbe. Ezt mondjuk megcsináltam volna intro alatt is. Mert csak nekem át kell kopíznom egy helyre. Egy meg van. Így. És akkor még egy helyre kellene ezt bemásolnom, és akkor elvileg a mai napra meg is vagyunk. Igen. Júj, nagyon jó. Nagyon jó. És akkor elvileg élvezhetjük most már egymás társaságát zavartalanul. Zene kíséretében. Ja, hogy Strollnak nem nyílt a DRS-e? Ezek szerint? Aha, értem. Végre jó a muzsika. Igen, végre. Na, én arra gondoltam egyébként, tegnap nem néztük meg az a helyzet a végeredményt, az időmérő edzésnek a végeredményét, és igazából most megnézhettünk, tehát hogy mégis hogy mennyit javítgattak itt a srácok. És hát kapásból egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, hogy Leclerc konkrétan Q1-ről Q2-re 2/10 javított, viszont Q2-ről Q3-ra 8/10. Hát ez mennyire brutális. Hát az öcsém. Mindjárt megnézzük Leclercnek a pole pozíciót érő körét. Egy kapásban az első kanyarban ő úgy kezdte már a gyorskört, hogy az meg rárakta a falra az autót. Tehát a kis gumifalra, úgyhogy őrület. Őrület, kérem. Hát Verstappentől a szokásos, tehát ilyen fél másodperceket gyorsult, Perezzel együtt, körülbelül ilyen fél másodperceket. Ez ilyen szokásos Red Bull stratégia idén. Sainz meg hát nem tudom, hát őt szerintem így engedjük el, hagyjuk. Úristen, gáz, nagyon gáz. Nagyon gáz. Hamilton, hát nem volt rossz, igazából persze nem tudom, hogy amúgy érdekes, tényleg nézd oda, tehát Hamilton is javult, nem is keveset a Q3-ra, tehát a Russell meg ekkorát bénázott. Nem értem, hogy miért az utolsó pillanatokra kellett hagyni ezt a hiper-szuperkört. Nem értem, miért kell ennyire fokozatosan fölépíteni egy-egy
időmérő. Tehát most nézd meg például Piastri és Norris. Tehát most az, hogy Norris 2 tizeddel volt gyorsabb a Q3-ba, az szerintem a McLarennek köszönhető. Vagyis a neki köszönhető. Például Piastri Q2-es körét autózta meg a Q3-ba. Hát, hogy talált, annyit javult a pálya, annyit, és akkor 2 tizeddel még gyorsabb volt. Hello. De hogy baszki, ilyen 5-6 tizedekkel még gyorsabb néhány csapat, például Hamilton Q2-höz képest, ami azt jelenti, hogy egyértelműen volt ott akkor a Mercedesben Russellnél. Mi a szaré nincs föltekerve az autó? Normálisan. És akkor nincs itt hülyéskedés. Hát szóval, hát sem, jó megszívták, tehát maguknak köszönhetik, óriási hülyeséget csináltak ezzel. És szerintem itt egyértelműen erről van szó. Mi másról lenne szó? Hát a 654-es köréről beszélek itt most csak és kizárólag. És nem arról a köréről, ahol hibázott ő. Hát konkrétan ezt a kört Hamiltonnal együtt autózta meg. Csak annyi, hogy Hamilton utána nem jött ki, vagy jött, vagy is nem javított, vagy nem is tudom mi volt, de Russell fixen jött a végén, csak óriásit hibázott a hát célegyenes sávfordítón lényegében. Tehát a hármas szektor legelején. Azt mondja, hogy hát Joe, igen. Hát most ő körülbelül úgy ment, mint ahogy Bottas a Q1-be. Jó ügyes. Én elégedett vagyok vele továbbra is. Sargent pedig lassabb volt a Q2-be. Mint a Q1-ben. Alexander Albon. Szépen javított. Ó, igen, Hülkenberg, tényleg. Itt a házok nagyon gyengék voltak. Júj! Mi az, hogy nincs elég gumi? Micsoda? Norris és Tsunoda nem tudnak Q3-ban részt venni? Hát nincs elég gumi. Norris és... Tényleg? Hát ez... Most mit mondjak erre, bakker? Ez nem a Pirellinek a hibája, hanem ezek gumi szabály. Tehát Pirelli annyi gumit hozza, amennyit mondanak neki. Szomorú, hogy megint ilyen nagy eszetlenkedések vannak. Igen, elhasználtak plusz egy lágy gumit a pénteki időmérőn, így nem maradt a sprint időmérőre. Hát ők ezzel biztos, hogy számoltak, csak annyi, hogy ezt most mi most megtudtuk lényegében. Hát valószínűleg, hogy változtatnak ezen a szabályon, igen. Igen, na hát ennyit az eredményekről, és akkor majd ehhez hozzá hasonlítjuk a sprint kvalifikációnak az eredményeit, én úgy gondoltam. Szerintem az elég izgalmas lesz, nem? Szerintem én emiatt örülök ennek a sprint kvalifikációnak, semmi más miatt nem. Tehát ez egy ilyen kis... semmilyen. Egyébként érdekesen közelíti meg egy-két okoska. Azért figyeltem nagyon, hogy itt, amikor kérdezgették az okosokat, hogy mit gondolnak erről a lebonyolításról, akkor mit gondolnak a sprint futamról, akkor valahogy mindig az volt a válasz, hogy hát ez így jó, ez így jobb. Sose arra válaszoltak, hogy maga ez a sprint futamozgatás, ez jó-e vagy sem. Nem, hogy ez jobb. Hát szóval én érzékeltem jó néhány helyről, sőt minden helyről az meg érzékeltem ferdítéseket, mint hogyha itt meg lennének kenve, komolyan mondom, mint hogyha meg lenne nekik mondva, hogy ezt meg ezt mondhatjátok, és kész. Rosszat nem mondjatok a sprint futamról. Úgyhogy nekem ez egy kicsit ilyen, nem akarják elvenni a kedvünket,
valójában ők se szeretik ezt a sprintfutamot, talán, de ha már van, minden áron ennyire erőltetik, akkor inkább ez a variáció legyen, mint ami most van. Mamma mia. Na, kezdődik a időmérő. Ismét. Olyan, mint hogyha próbálnának meggyőzni bennünket a hülyeségről, igen. Igen. Én nagyon sokszor éreztem így az elmúlt 2-3 napban, mióta bedobták ezt, hogy ez várható. Itt kicsit olyan érzésem van, mintha mindenki az volt a mindenkinek, bazd meg. Az egész kicseszett, hogy hazugság. Én legalábbis baromian nehezen venném ezt komolyan, ezt a sprint kvalifikációt futammal együtt. Figyeljetek, srácok, arról van-e információ, hogy itt hány pontot lehet szerezni? Hogyan van itt a pontrendszer? Hát a top 8 kap ugye pontot, egyértelmű. Tehát 8 a maximális pont. A mai pontrendszerben az én úgy gondolom, hogy az nevetséges köbö. Én ilyen 2-3, 4, 5, 6, 7, 8 pontok, én nem küzdenék, az biztos. Úgy, mint a főfutamon. Szóval ez ilyen, hát fasz meg. Hát, hogy most az, hogy 6 alkatrészből 6 alkatrészből 4-nél 1-el többet használhatnak majd. Ez elegendő ahhoz, hogy meghozza a versenyzők a csapatoknak a kedvét ahhoz, hogy küzdjenek, versenyezzenek? Keményebben? Közben köszönöm a jó kívánságot. Köszi mindenkinek. Ugye? Na, skaszok, amúgy indulunk. Dungó, nagyon szépen köszönöm neked a 19. hónapot. Szervusz! Köszönöm szépen. Üdös nagy tapsihar. Na. Így van, Koblos. Igen. Igen, tehát aki top 10-en kívül van, az kb. Le van szarva nagy évbe. És hány körös lesz a futam? A sprint futam. Ugye most mindenki közepes gumikon van kint, friss közepes gumikon. Sőt, arra is kíváncsi leszek, hogy milyen, bazd meg, 5 fokkal melegebb a pálya most. Tehát biztos, hogy lassabbak lesznek tegnaphoz képest. Szerintem. Hát szerintem ilyen konstans mindenki fél másodperccel lassabb lesz. Igen. Hát nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e tesztre használni ezt a sprint futamot. Passzolom. Mármint, hogy nem, hogy, tehát nem szabály szerint, hanem hogy most hogyan tesztelnek itt vajon? A 15. hely mögött lévők simán kiállhatnak az első kör végén, hogy kímélik az alkatrészeket és a gumikat. Persze, simán. Simán. Csak hát most egyrészt nagyon idiótán nézze ki. Hát ott a színfalak mögött szerintem ott kapnának egy erős boxot. Másrészt pedig bármi történt egy versenyen. Bármikor kiesett a félmezőny. Igazából, úgyhogy ilyen nem fog történni. Maximum annyi, hogy extrém autókímélős fokozatba fognak menni, és hogyha valami olyan történik, akkor ott vannak, és akkor elhapolják a pontokat, a szevasz. Úgyhogy ennyi. Utána meg úgy csinálnak, mintha kurvára örülnének. Milyen derülátóak vagyunk.
hány közepes gumit kaptak a pilóták? Hát ezt nem tudom megmondani én személy szerint. Halál másnaposan pizzával a kezedbe, tortás fejjel. Pont futamra ébredsz. Az igen, Supra. Ú, baszki. És meg se hívtál. Tomorú. Es körre kezd, Sargent. Mi? Mi van? Hogy mi? Oké. Szerintem itt most majd szép lassan fognak gyorsulgatni. Jó néhányan. Ugye? Yeah. Vagy lehet, hogy most majd az lesz a botrány, hogy mindenki röhelyesen lassan fog menni? Hát eddig nincs nagy tempó. Hú, Tata nagyon megy most, gyerekek. Leclerc lesz érdemes figyelni, ő nagyon gyors körön van. Ő első, második szektorban lila. Ő nagyon-nagyon gyors most. Alonso még mindig alibizős körön van. Vagy várjál, most már nem. Bocsánat, nem. Igen, Leclerc az első, bőven. És akkor... Hát ja, ennyi igazából. Igen. Íj, bazd meg, Tata! A picsába bele. Lehet, hogy fölrakta a falra, bazd meg. Az is tálóját bele. Bazd meg, súrolta a falat, vagy mindjárt megmondom. Te kurva élet, te jó ég, ezt remélem visszajátszák. Megcsúszott alatt a kigyorsításon az autó, és így a fal felé ellenkormányozta az autóját. Bakker! Hát, és utána meg nézte a tükröt, hogy valami volt. Ő biztos érezte, hogy lehet, hogy volt ott egy kis falsúrolás a bal hátsóval. Egy 3 Alonzótól. Jó. Oké. Elfogadható. Acsony tapadás. Hát de bazd meg, hát tegnap itt mentek. Tegnapról már történt valami a pályával, vagy mi? Nocok, itt most igazából mindenki nyomja. Hát, hogy itt folyamatosan megállás nélkül dobálják a köröket, közben sárga zászló az első szektorba, az egyik Alfa Tauri. Egész pontosan De Vries. Szép. De Vriesnek nagyon megy, gyerekek, a Forma 1. Brillírozik konkrétan. És hát láthattuk, hogy mennyire szal az Alfa Tauri ezen a pályán. 7. helyre hozta be Cunoda az Alfa Taurit tegnapi időmérő edzésen. Hát a fiatal 27 éves tehetség. Szóval a tehetség és De Vriesnek nagyon megy. Közben Hamilton milyen körön van. Azt a betyárját. Hát figyeljetek, igazából itt szerintem én most nem is fogom ezeket a köridőket mondogatni. Jó, hát most ez érdekel valakit egyáltalán? Tehát itt mindenki odaveri a másikat egyik pillanatról a másikra. Mondjuk most már csak 3,5 perc van vissza. Figyeljetek, úgy nyomják most, hogy konkrétan egy gyors kör, egy levezető.
Töltőkör lényegében. Igen, láthattuk, hogy tegnap is nagyon rossz volt az Alfa Tauri, tudod, a hetedik lett. Aha. Nagyon rossz. 7 tizeddel volt elmaradva. Vagy kitől volt elmaradva 7 tizeddel? Hülyeséget beszélek. 1,3-mal volt elmaradva Leclerctől. Az tényleg nagyon rossz. Hát úgy tűnik, hogy a Williams-ek jók eddig, igen, de hát itt szerintem a végére tartalékolnak sokan, próbálják az utolsó pillanatokra hagyni. Amúgy Gasly ki se jött. Kacok, most nézem, Gasly ki se jött. Mi a fele? Gasly miért nem jön ki a boxból? Gazi, mit csinál? Hát volt kint, hát egy ilyen alibi kört odavágott, aztán ennyi volt, kész. Holnapra tartalékolnak. Ja. Figyeljetek, tegnap is így volt amúgy, tehát a Q2-be bejutott mind a kettő Williams. Aztán Q2-ben meg ugye mindenki teker egyet az autón, és akkor kijön az, hogy a Williams-ek mégis a kurva gyengék. Nagyon-nagyon csalóka tud lenni. A Williams-ek az elmúlt időkon konstant ezt a szintet hozták, hogy Albon, azta. És utána meg így eltelik egy 10 perc, és így, hol van Albon? Valaki tudja? Vagy nem ez szokott lenni? Szia Isti! Szia Mihály! Üdv mindenkinek! Erőn Joe! Joe-nak szurkolok! El kell verni a Bottaszt! Tényleg Aston Martin házatájékáról van-e valami hír? Hogy mi volt ez a tegnapi bénázgatás? Hát nekem nem sok kedvem és időm volt arra, hogy böngészek azután, hogy ők most itt mit csináltak tegnap. Bazd meg, de lebontotta azt a Williams-et. Azt a kurva! Na, az nagyon szép. Majd a Liberty fizeti. Amerikai úgyis, úgyhogy nem számít. És piros zászlóval ér véget. Hát Cunoda megszívta. Maradjunk annyiban. Nagyon megszívta Cunoda. Ő pont körön volt. De hát ki tudja, mennyivel tudott volna jobbat jönni. Hát... Hát John szerintem hülye volt. Nem? Na majd visszajátszák. Nem keresgélek én addig. De komoly ütés, baszki. Hát ezért nem szabad a végére hagyni. Nyomni kell mindig. Nem lehet itt alibizni. Úgyhogy akik ilyenkor kiesnek, mint például mondjuk Cunoda, nem tudom sajnálni őket. Egyáltalán nem tudom sajnálni. De Vries is, nézd meg gyerekek, atya világ, milyen körre rendelkezik. Júbi. Bakker. Rakjatok már elé egy éket, egy fadarabot, vagy valamit, hát hova gurul a gyerek te? Ez a Williams-el. Hát óriási hülyeséget csinálták, kisfiam.
Ilyet hogy lehet? Na nézzük csak. Az meg. Hát ez gyenge. Kemény az a kanyar. Szépen, szépen lebontotta. Profi. Hát ez, de amúgy... Tehát egész olcsó megúszta. Szerintetek hova sietett ennyire? Hát most bazd meg, ha okolja Ferrari-t, most... Zavaró, ezt nekem is eszembe jutott, hogy azért zavaró volt az a két Ferrari ott, vagy az egyik legalábbis. Elég zavaró, de bazd meg, azért oldja már meg, könyörgöm. Ne hülyeskedjünk. Érted? Ne bohockodjunk. Avarja, bazd meg. Valaki téged zavar, valakit, ha megzavarnak így, vannak körülötte egy időmérőn, akkor össze kell törni. Az mentség lehet egy autótörése. Egy ilyen közelség. Ne hülyeskedjünk. Mikor centiméterekre mennek sokszor a falak mellett, meg a falak között egymás mellett, egymás hegyi hátán. Na mindegy, végül is nem kezd komolyan venni, hát most a pillanat heve mondatja ezt fel úgyis. Tudja ő ezt nagyon jól, bazd meg. Egy épeszű ember ilyenkor egyből magát veri szarrá. Nem mást, csak hát most mit mondjon? Zavaró, persze, megzavarta, meg hát ő is kurva nagy hülye volt. Mindegy, hogy ne is beszélgessünk erről szerintem. Igen, megnézzük a végsebességet. Mi? Ez mi a franc? 6 km per órával magasabb végsebessége rendelkezik Sargent tegnaphoz képest. 6 km per órával a célegyenesnél, a célegyenesben, tehát a célvonalon. 6 km, mert ugye tegnap 340-et jött ő. De milyen szél? Hát 2 km per órás szél van. Hát szélbe mennek? 2 km per órás hátszél? Konstans mindenki gyorsult, mint a kurva élet. Perez konkrétan 7 km per órával jön gyorsabbat, mint tegnap. 7-essel. Verstappen meg 4-jel. Hamilton 343-at jött, mint Verstappen. Hamilton. Most 3,6 km per órás szél van. A semmi. Bár nyilván Forma 1-ről beszélünk, de 5-6 km per órákat ez jelent. Egy 2-3 km per órás szél. Ja, Hamiltonnak volt szélárnyék az egyik körében. Oké, akkor Hamilton takarjuk le, de a Red Bullok, a Williamsek fixen gyorsult a kurva sokat. Már a Q1-be? Bár amúgy lehet, hogy mindenkinek volt egy szélárnyéka, fene tudja. Mindegyik kört végig vissza kéne nézni. Panzba, elég nehéz ezt így megmondani végül is. Száz méterrel a leintés előtt kapott egy piros zászlót, és ezért kicsúr oda. Mire várt eddig? Mire várt eddig a gyors kör? Tehát azt gondolta, hogy nem lesz piros zászló. Ja, bocsánat, Astonnak a végsebessége meg...
Hát a Stroll 13. Célegyenesben, Alonso meg utolsó. 3.30-al Alonso az utolsó. Stroll pedig 6 km per órával előrébb van. 3.36. De ez a célegyenes. Tehát például az első szektorban Alonso a második. Kettes szektorban megint a második. A sebességmérési pontnál 322-t ért el, ami második. Viszont a célegyenesben meg utolsó. Viszont a sebességmérési pont az hol található? Mert ugye van itt egy olyan, hogy szektor 1, szektor 2, finish line és speed trap. Na ez merre van vajon? A mérési pont. Hát... Igazából vissza lehetne nézni a tegnapi napot, hogy milyen volt a szél, széljárás. Aha! Tehát lényegében a Box utca bevezető részén van a mérési pont. Na most, akkor így egy kicsikét tovább gondolva legalábbis az én logikámmal, mivel a mérési pontnál 322-vel Alonso második, ezért valószínű, hogy Perez Verstappen, tehát lényegében a DRS nyitási pont után van egy 100 méterrel a mérési pont, sebességmérési pont, és ott konkrétan Alonso Perez és Verstappen előtt van. Hát most 1 km per órával. Viszont a célvonalnál pedig Alonso utolsó. Milyen érdekes, baszki. Hát most vagy szélárnyékozott néhány versenyző, és Alonso meg nem szélárnyékozott, vagy a DRS kurvára szar. Az Aston Martinnál. Hoppá! Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, de figyeljük tovább majd a mérési pontokat, hogy mi a helyzet, mert nagyon érdekes. És ez Q1 volt. És ez Q1. Alonsóra kíváncsi ezek nagyon a versenyeken majd. Elők, hát én legalábbis jó néhányszor azt vettem észre, hogy ők ilyen, ők nagyon a technikás részekre mentek rá, meg az első szektorban lévő egyenesse. Hát nekem legalábbis az a véleményem, de nem vagyok benne már annyira biztos. Most, hogyha más is annyira figyeltem volna, mint Alonsót, akkor lehet, hogy más versenyzőről is ezt mondanám amúgy. Ami nem biztos, hogy... Tehát akkor lényegében padhelyzet áll föl. Hogy... Na. Másfajta beállítási koncepció. Hát ez jó volt. Említan. Ez jó. Hol tartottam? Mit akartam itt mondani? Hogy... Amiről beszélgetnek, hogy másfajta beállítás használ most a Ferrari. Aj, Istenem. Igen, gondolták, hogy itt van esélye a dobogóra, ezért villantanak egy jobb időmérős teljesítményt, azt szevasz. Viszont játszunk el azért egy picikét azzal a gondolattal is, mi van akkor, hogyha Ferrari megtátosodott és hiper-szuperré vált a Kubi kezelése.
Én ezt nem tudom elképzelni egyébként, ez lehetetlenség. Tehát amikor ez megtörtént, az azért történt meg legutóbb, mert a Red Bull béna volt. Hát a Red Bull hagyta, hogy megtörténjen, azt is lehetne így mondani. Megértették az autójuknak a viselkedését. A Ferrari, ugye? Ezen kívül másra nem igen tud támaszkodni ez a csapat. Alonsónak DRS problémája van. Megint? Láttál valamit, vagy hallottál valamit, vagy miért írtad energetik? Mert tegnap ez volt, szabad edzésen, időmérőn. Hát lehetséges. Lehetséges, Lacus. Ennyi. Aha. Sky Sportson mondták. Vali hallott valamit. Ő csak poénkodott. Hát meglátjuk. Majd szar se látni, basszus, Alonsónak a hátsó kameráját, nem lehet nézni. A életben csak a fedélzeti kamera van, ahogy kormányozza az autóját, és ennyi. Aj. Hülkenberg bérázott valamit szerintem, ha jól látom. Igen, a villogott a DRS-jel, amikor nem működött. Aha, igen. Mindenhol? Na most várjál, mindjárt fordul rá a célegyenese. Tehát, aha, jó, oké. Érdekes. Komolyan? Hát ez eszméletlen. Hülkenberg volt. Nem Magnussen. Hülkenberg hibázott. Na most, nézzük csak. Működik a DRS. Legalábbis nincsen villogás. És akkor Alonso most mekkorát ment? Az meg ugyanúgy... Na most 3.31-et ment most már. Húha! 1 kilométer per órát javított az öreg. Gyerekek, most mi lesz? Aha.
Igen, tehát csak a DRS zónában kellene villognia ennek a DRS ikonnak, oké. Oké. Első szektorban egész jó volt Landi most. Középső. Na mondjuk nem tudok viszonyítani a középsőben. Hát 41-7. Azt hiszem az jó. Hát egy ilyen harmadik, negyedik hely, nem? Körülbelül. Na. Igen. Nézzük a DRS-t. Gyerünk, működjé DRS, működjé. Működj. Működj! Működött? Bassza meg, nem tudom. Hát nem tudom. 3.31. Ugyanúgy! Nem nyílik a DRS-e Alonzónak? De honnan veszitek? Tényleg? Mi mutatják? A közvetítésben ezt mi a szaré nem mutatják, vagy mutatták? Tényleg? Nem nyílt, mutatták. Bazd meg. DRS, tehát ezen a pályán egy másodpercet lehet bukni DRS nélkül. Kacok, ez most komolyan, tehát komolyan mondom, egy másodpercet buksz. Az kurva sok. Hát most, hogyha ezt az egy másodpercet levesszük, akkor első, bőven, fél másodpercen. Most tényleg nem túlzás, egy másodperc. Ez hivatalos info. Meg hát tök logikus. Strollnak nyílt és csak 9. Nem, és kacok itt valami... Valami nem jó. Valami nem jó, szerintem. Valami nagyon nem stimmel. Az nem lehet, hogy csak egy levezető kör volt, amit mutattak? Akkor. Mert erről senki nem beszélt, tehát a kommentátorok nem beszélnek erről egyáltalán. Kussolnak. Mindenről beszélnek, csak erről nem. Hogy kinek milyen gondjai vannak. Én úgy érzem, hogy itt valamiről mi lemaradunk. Nem kapunk tiszta képet a dolgokról. Mi a fene okozza? De figyeljetek, tehát szabad edzésről, időmérőről, sprint kvalifikációra nem tudják megcsinálni. Hát itt valami akkora probléma lehet, hogy őrület. De amúgy Alonso kurva ügyes. Szerintem. Bár lehet, hogy majd a Q3-ban lesz a csavar, ott ugye fölkerülnek a lágygumik. Ott azért kiderül jobban, hogy ki hogyan kezeli a lágyakat. A lágyabb keverékeket. Nem tudom, mi van. Meges, szervusz, köszönöm szépen neked a 28. hónapot. Köszi. A Hasztrót meghúzta Alonso. És DRS nélkül egy Stroll! 43-3! Azt a kurva, na menj már! Most mutatták! És nem mondják a kommentátorok, ezt jó hallom, vagy én hallgatom kurvára halkan? Nem mondják. Ez mi a szar? Hülyék, bazd meg, alszanak, vagy mi van? Nem igaz, hogy senki nem mondja ezt el. Hihetet, ez most azért úgy... Tehát végre, amikor van valami, kis picike, valós dráma, azért nem mondják. Én nem. Nekünk kell nyomozni. Az oké, hogy amúgy is rengetegszer nyomozunk mi magunknak, de hogy amikor kiszúrják a szemedet azzal, hogy
nem nyílik a DRS-e, akkor miért nem mondják már? Vagy a helyszíni tudósító ilyenkor hol van? Vagy bárki, bármilyen szakember? Mondják már, könyörgöm. Közben Piastri kiesik Hülkenberggel, Okonnal, Magnussennel és Sargenttel együtt. Ja, csak hát most itt közepes gumival mennek, baszki. Hát. Mondjuk most jön a Q3, úgyhogy ott meg lágy. Most beszélnek róla? Csoda, 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 csoda. Tudom, valaki Facebookon írt nekik, hogy mondjátok már, mert bazd meg. Rajtatok rög, félvilág. Csoda. Kurvára nem beszélnek erről annyit, amennyit kellene. Hát ez mennyire brutális már az meg, hogy szélárnyékoznia kell a kettő Aston Martinnak, nincsen DRS-ük. Ez mennyire brutális. És így 8. Stroll. Alonsónál is akkor fixen nem volt DRS. Aj, ez... Hú... Ha tényleg Albon 9. A szép eredmény. Nagyon szép. Itt most Norris nem fog menni, ugye? Nincsen lágy gumija. Új hátsó szárnya van az Aston Martinnak? Tényleg? Erre a hétvégére hoztak egy új hátsó szárnyat? Menő. Hát gyerekek, nem örülök. Nagyon nem örülök. Nézzük, most Alonsót is mutatják közben, hogy... Nincs DRS, bazd meg. Ú, közben én meg rossz közvetítést nézek. Nem a nemzetközit nézem. Baj. Itt hasznosabb dolgokat mutogattak valamivel. Ez eszméletlen, hogy így, ilyen gyorsak tudnak lenni. Alonso így kezdte a gyors körét, bazd meg. Hát ez eszméletlen. Úristen. Nem igaz. Ez annyira hihetetlen számomra, hogy egy ilyen problémát nem tudnak javítani egyik napról a másikra. Most ezt nem javítják a sprint futamra, halál. De tovább megyek, ha nem javítják ezt a főfutamra, halál. Kurva nagy halál. És ez egyébként kész csoda, hogy így mennek. Ennek ellenére az Aston Martinok. Hát jó Isten. Hát ezek milyen gyorsak lennének, bakker.
Igen. Így van, Dave, így van, igen. Az első szektort eddig még nem láttam, hogy ott hogyan nyílik. Azt annyit láttam, hogy úgy kezdi a körét. DRS nélkül. De hogy a kettes és a hármas kanyar közötti DRS zónában van-e DRS használat, nem tudom megmondani. Az a helyzet. Lehet, hogy ott meg már van nekik. Érdes, igen, lehet. Hát Albonnak akkor ez így borítékolva van. 9. hely. Csak ki kell mennie. Futnia kell valami kört, azt hello. Igen. Kalapács. Igen. Van. VD40. Ezek kellenek valószínű. Gyerünk, Nándi, tekerjed oda, baszki! Megint nincs egy DRS. Nincs. Nincs DRS. Figyelem az első szektorba, hogy van-e végig. Vagy hogy lesz-e a kettes-hármas kanyar. Ott már van igen. Ott már van DRS. Faszta, meg is úszik a kigyorsításon, Andy, bazd meg. Igen, tehát a 2-3-as között volt. Tehát akkor csak a célegyenesben nincs. Hát akkor fogalmazunk úgy, hogy egy fél másodperc. Elmegy ezzel. 3-4-5 tized. Ja. Csém. Hát nem tudom, hogy Verstappen... De szerintem nem fogja Verstappen elvenni Leclerc-t. Hogy ennyire felszívta magát? Mai napra Verstappen? Én meglepődnék. Figyeltek. Szerintem Leclercnek kellene nyernie igazából ezt. Andy, ez nagyon komolytalan. Az meg. Én felbontanám már most a szerződésem, az kurva élet. Amúgy ez egy ilyen hőkezelőkör volt Alonsótól szerintem. Vagy nem tudom, mi volt ez. Igen, szerintem csak megjáratták a gumit. Így van. Hát, Verstappen egyelőre karcsú.
Szerintem Verstappen kiégett, gyerekek. Évvégén visszavonul. Nem? Mit gondoltok? Ennyi volt neki. Ennyi volt. Kész. Megy iRacingezni. Az, abba több kihívás van számára. Á, hát nézd meg, hogy tartja a fejét az autóba. Verstappen. Ki van égve, látszódik rajta. Á, hát ez... Ekek. Nem, hát ez itt valami nem oké. Valami nagyon nem stimmel. Na és akkor most jön a nagyon nagy hajsza. Most jön az utolsó lövés. Alonso készül a körére. Gyerünk, Nándi, gyerünk. Hol vagy? Én nem látom Nándit. Mindenki eltűnt a térképről. Úristen. Ja nem, most már lát. Gyerünk! Leclercnek ennyi volt, Verstappennek ennyi volt, és Strollnak ennyi volt. Az időmérő edzés. Ja. Vagyis... Nem, Stroll még megy? Hát miket ír akkor ez? Várjál, várjál, nem. Mindenki kint van, bocsánat, nem. Mindenki megy. Most mi van? Bevágolt a... Minden. Igen, igen, mindenki kint van, bocsánat. Egy végül csak azt mondtam, amit látok. Hát, úristen. Ez az. Alonso jó első szektoron van. Gyerünk, Tata. Rakd össze, bazd meg. Picsázzál itt nekem. Csúszkál az öreg, csúszkál, de mindegy, végülis ez az Aston Martin, ez mindig csúszkál a kurva anyját azt. Pattog a hátulja, mint a őrület. Azt a kurva! Na ne vicceljünk. Alonso milyen katasztrofális középső szektoron van? Egy másodpercet kapott Pereztől! Közben ez a bal fácán Sainz belerakta a falba? Ja nem, Leclerc volt az. A piros zászlót akar megint, gondolom. Vagy nem? De nem, mert erre már nem fog kapni piros zászlót. Persze. Utolsóként van ott, tehát ha ezért bevágták volna a pirosat, akkor... Na. Alonso nagyon lassú volt. Hát ez mi? Hát közepes gumikon gyorsabb volt az öreg, mint lágyakon. Mi a fene folyik? Tehát még Albon is megelőzte. Kurvára nem értem, mi folyik itt. Ez... Ez mi? Á, gyerekek! Ez komolytalan, kurvára komolytalan. Ez kurvára komolytalan. Na nézzük, mit csinált Leclerc. Hoppá! Az igen! Ó! Túl nagy tempót akart bevinni a kanyarba, aztán megindult a hátulja. Hát szépen korrigáltam úgy fel a falba, hogy jóra, bám, de lehetőleg kevesebb kár legyen. Szép.
ez döbbenet. Ez döbbenet volt. Számomra ez az időmérő. Így Alonso oldaláról. Russell például, nézd oda, tehát ő például most azért vett egy revansot, Sainz meg ennyi kész, tehát gagyi. Ennyi. És az is érdekes, hogy baszki, Verstappen nem tudta megvenni Perezt. Hát szóval, öcsém, én nekem ez kurvára nem tetszik, hogy Verstappen itt bazd meg Perezből sztárt csinál. Jaj. Nem tudom, mi van ezzel a Red Bull-lal. Direkt szivatnak bennünket, vagy mi? Korábban sose volt ilyen szerintem. Tehát amikor volt Pereznek egy erősebb pályája, akkor csak annyit tudott csinálni, hogy valamivel közelebb volt Verstappen, azt ennyi. De most még meg is veri, baszki! Meg egy tizedre volt tegnap is az időmérőn. Hagyjuk már. Nem tetszik ez Verstappentől, az meg. Hát olyan, mint hogy nem tudom, valaki idegesítse föl, vagy valami csináljon. Hát ez így... Ne vicceljünk. Na, mindjárt felkerülnek az eredmények, kérem szépen, és akkor megnézzük, hogy a tegnapi időmérőhöz képest mi változott. Önt is van. Másfél másodpercen volt lassabb a pole pozíciós kör. Másfél másodpercen. Ez a másfél másodperc minek köszönhető? Annak, hogy 4 fokkal melegebb volt a pálya? Mit gondoltok erről? Alonso végül egyébként 330 km per óráról felfejlődött, a célvonalnál már elérte a 335-öt. Ja, a tegnapi polkört megnézhetjük, igen. Ja, hogy a csapattársa mögötte jött. Ó, hogy innen fúj a szél. Aha. Így már értem, miért rontott el Leclerc. Véletlenül. Aha. Oké. Okay. Aha. Nem, csak hülyéskedek. Science-ak amúgy is mindegy. Nem volt semmi extra. Tehát amit lehetett látni abból a körből, Science-tól, hát... Egyenlő a nullával. Na, ez szuper, Balú. Örülök neki. Jaj, most keltek a pilóták. Még reggel van nekik, így van.
Ja, igen, tehát Sainz ellen ilyen húzás nem kell. Így van, Sainz saját magának az ellensége, úgyhogy gyerekek, ilyen nem kell. Ja, gyorsan közben ide kirakom a pole pozíciós kört, basszus, mert megint el fogom felejteni. Na. Hát kérem szépen, mikor folytatódik ez? 15 óra 30-kor, ugye? Igen, 15:30-kor akkor megint F1 kibeszélő lesz majd. Úgyhogy várok majd oda is mindenki sok szeretettel. Hát ez ilyen sprintelős hétvége lesz. De hát még maradunk a Forma 1-nél szerintem, úgyhogy... Hát figyeljetek, hányasra értékelnétek ezt az időmérőt, ezt a sprint kvalifikációt. Én egy ilyen, nem tudom, tehát ez szar volt. Itt mondjak erre, gyenge. Tehát, hogy így, olyan, mint hogyha tegnapi időmérőt megint megnéztem volna, és így uncsi. Tehát, hogy annyi, hogy Albon bekerült, meg néhány változás történt, hát így kicsit olyan, nem is tudom, így, mint amikor egy pályát végigviszel egy játékba, és azért kell újra kezdened, mert az meg nem mentették, meg kifagyott a játék, és nem mentettem. És így végig játszott megint azt a pályát, máshogy, de mégis azért úgy nagyon sok minden ugyanaz. Sprint futamon biztos nem fognak korlátozni senkit se. A Perez Verstappen miatt nem. Ki van zárva. Ezt nem tudom elképzelni, én legalábbis. Ez... Mi? Lehetetlen! Szerintem lehetetlen. Hát annyira elől vagyunk még, annyira korán vagyunk még itt a szezonban, hogy képtelenség. Na, tehát akkor én a közvetítést kinyomom, és akkor nézzük meg, hogy milyen eredmények születtek tegnap, és milyen eredmények születtek ma. Így próbáljuk meg nagyjából összehasonlítani a dolgokat. Hát amennyire lehet. Most ez a tegnapi időmérő edzés, aminek mindjárt megnézzük az időmérős, tehát a pole pozíciós körét. Hát másfél másodperce gyorsabb volt konkrétan mindenki tegnap. Aha, mindenki konstans másfél szekkel. Legalábbis a top 3. Sainz mai nap 1,2-vel volt csak lassabb, tehát ő lényegében tegnapról a mai napra javult. A top 3-hoz képest. Alonso meg hát kurvára lassú. Nagyon. Tehát 1,8-al, tehát ő eddig a legrosszabb. Igen. Még Stroll is kevese. Ő 1,4-et bukott a mostani időmérőhöz képest. Hát ez... Itt valami nagyon nem volt kerek. Baszkikáim. Annyi, hogy Norris 7. lett, akkor sprint futamon meg 10. Hát ez nem is érdekes amúgy, ez böngészi. Semmilyen. Ja. Russell följavult. Albon följavult, Tsunoda nagyon meg lesz szivatva. És igazából
talán még azt oda lehet szúrni, hogy, hogy Joe megverte most Bottast. És ennyi igazából, ami úgy változás történt. Ja, meg annyi, hogy Perez ugye megverte Verstappent. F1 23-ról mikor lesz kibeszélő? Hát tegnap például már néztünk egy ilyen kis kiszivárogtatott videót, aztán egy órával később meg fölkerült az internetre egy hivatalos videó, ahol bejelentették ezt a Kennel sportot, vagy mit tudom én, milyen hülyeséget. Hát szóval nem nagyon van egyelőre olyan tartalom, amiről beszélni lehet. Amiről lehetne beszélni, az az, hogy ugyanaz minden, csak van egy-két másabb effekt, ami újabb hatást kelt. Valószínű, hogy igen, energetik, így van, igen. Elég sanszos ez, hogy... Ezért... Idén már biztosan nem lesz világbajnok. Ugye, ez a negyedik nagy díj. Van még vissza majdnem 20 verseny. Azért... Vagy nem, hogy majdnem 20 verseny. 20 verseny. Rengeteg. Tavaly mi volt? Tavaly konkrétan a Ferrarik voltak jók. A Ferrari visszatért. Húha. Aztán valahogy mégiscsak a Red Bull nyert, nem? Dehogy nem. Hát szerintem érdemes nagyon-nagyon hosszú távon gondolkodni. De persze egyébként nyilván vannak baromian erőteljes tendenciák, melyek, igen, értem, hogy nagyon-nagyon azt mondatják, velem is nagyon sokszor azt mondatják, hogy egyszerűen Ferrariról van szó. Egyszerűen, akik egyszerűen bédák, tehát ez kár köntörfalazni, kár körbeugrálni ezt a dolgot, azok. Hogy... Nek hát nyilván azért a bénasságukra még azért az is olykor-olykor átesz, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amik még úgy rátesznek egy lapáttal erre. Hát amúgy így van, nincs. Évvégére még a Mercedes is jobb lett náluk. Igen. Így van, szia Tocsi. Úgyhogy szerintem legyünk nagyon óvatosak, türelmesek, mert nem hiszem, hogy nagyon hagyni fogják azt, hogy uralmas legyen a szezon. Szerintem valamilyen úton, módon megpróbálnak majd megint valahogy belenyúlni, hogy izgalmasabb legyen. Bár jelenleg nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a Red Bullt valamilyen szabálymódosítással vagy bármivel hátráltassák. Itt esetleg majd valami olyasmit megpróbálnak majd eljátszani, hogy úton érték a Red Bull fejlesztésekbe, és akkor megjött a többi csapat. Ami, nem tudom, hogy eléggé ilyen... Bár nekem már ő önmagában ez a nagy díj is baromian furcsa, hogy a Red Bull az így ennyi. És megint, ráadásul ez egy olyan nagy díj, ahol egy szabad edzés volt, ahol lehetett menni mondjuk 40 percet körülbelül, és ebből megint rosszul jön ki a Red Bull. Tavaly is volt ilyen. Talán nem is egyszer. Kétszer? Pont ezt tegnap beszéltük. Ezeket a Red Bull valahogy nem kezeli jól. Mégis nagyon, nagyon jól fejlődnek ők szezon közben. Idén néhány százalékkal kevesebbet fejleszthetnek. Vagyis használhatják a szélcsatornát. Tehát az szerintem az egy ilyen nevetséges büntetés, én továbbra is gondolom. Mert eddig minden évben megvolt a Red Bullnak az őrületesen nagy előnye. Hát már tavaly is, már mikor elengedhették a tavalyi szezont valójában. Hát, szóval nem tudom, tehát lehet, hogy nagyon-nagyon... nyilván összeesküvés elméletek, de azok, amit láttunk az első nagydiakon, tehát most én ezt arra mondom, hogy
amit láttunk az első három nagydíjon, ott olyan Red Bull fölény volt, de olyan szinten, hogy szóval ezt valahogy nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez csak így eltűnt, eltűnik ez a kurva nagy előny, ez a kurva nagy dominancia. De ez lehet, hogy átment egy ilyen tudatos óvatosságba inkább a Red Bulltól, hogy annyit mennek, amennyit muszáj, hogy valami hasonló. Én például, ha én lennék a csapatfőnök, akkor valószínű, hogy vagy ezt választanám, vagy az, hogy mindig konstans, nyomjuk ki a szemét, bazd meg, ne bízzuk a véletlenre, mert sose lehet tudni. Vagy az, hogy spórolgassunk, amikor csak lehet. De az, hogy, tehát most meg belegondolsz, baszki, egy versenyhelyzet van, egy kurva nagy élsportban, de csak úgy elspórolod magadtól a pole pozíciót? Tehát abban így gondoljunk bele azért, kicsit így milyen furán hangzik, hogy elspórolod a pole pozíciót, meg az első helyet, esetleg, de lehet, hogy a holnapi versenyen elbuknak, ott is. Bár az már tényleg durva lenne, ha holnap a Red Bull nem veri szarrá mezőnyt, hát akkor nem is tudom. Akkor egy kicsit azért, hogy elgondolkodom azon, hogy érdemes-e továbbiakban Form 1-et nézem. És értse mindenki nagyon jól. Komolyan. Tehát akkor így mi van? Nem már. Tehát ugyanabból a szarkupaszból a Ferrari lényegében csinál egy hipergyors autót időmérőn, és egy hipergyors, nagyon jó gumikezeléssel rendelkező autót versenyre. Ilyen Ferrarit évek óta nem láttunk, meg se közelítették ezt a szintet, max akkor, amikor a Red Bull nagyon-nagyon gyenge volt. Úgyhogy... Na, ennyi. Úgyhogy csak most ezeket azért adtam elő úgy, ahogy, hogy érezzétek, hogy valójában mi a véleményem, vagy... Na. De fura. Vég az F1 kibeszélőnek, és tudom azt, hogy hamarosan következik a következő F1 kibeszélő. Egy 3,5 óra, hát egy ilyen 4 óra múlva, vagy nagyon szűk 4 óra múlva. Őrület. Kacok, kezdjük akkor a Red Dead-et? Vagy mi olyan dolog van még, amiről beszélünk szerintetek így a Forma 1-ről? Van-e valami olyan információ, nyilatkozat? Bármi, tényleg. Benne vagyok még abban, hogy kicsit húzzuk itt az időt, és akkor beszélgetünk a Forma 1-ről még. Vagy akár félre is tehetjük, és akkor folytatjuk a sprint futamnál. Á, nem. Nekem a Forma 1 az igazából, Andris. Inkább az Endurance versenyeket jobb szeretem játszani. F1 23 tegnapi trailerét nézzük meg. Haj, szóval semmi nincsen konkrétan. Az egy büdös nagy vicc, az a videó, ó, rég. Ó. Ja, meg most már annyi van, hogy Marcia most fölrakott egy érdekes dolgot, hogy a felfüggesztésén most már részletesebben lehet valamivel állítani az autót. Tehát nem 1-től 11-ig van a skála, hanem 1-től 40 valameddig, ha jól látom itt a képen. Aha. Úgyhogy... Beszéltek egyáltalán bármiről ebben a videóban? Hello and welcome to the launch of the all new Conor Sport car. Hát most megnézhetjük. Anticipated reveals for some time. We've already seen the Red Bull team with Max Verstappen and Sergio Perez. Max Verstappennal és Sergio Perezzel. Most nézem, hogy hogyan
Hogyan fordít az automatikus fordító itt YouTube-on? Max Estapinnal. Megnézzük? Megnézhetjük igazából, ha gondoljátok. Nem látjátok, igen, igen. Nem véletlenül. Ezt a förfedvényt. Ja, igen, lehetséges, igen. Lehetséges, igen. Nem, nem követem playback. Hát majd, majd esetleg talán akkor fogom követni, hogyha... Nem tudom. Nem, hát jelenleg nem tudom elképzelni, hogy mikor fogom követni a helyzet, mert... Szerintem... Rengeteget kellene fejlődni a játéknak. Én nem is értem, hogy még sokan hogyan tudnak mellette tartani. Hogy mi, Csuri? Hogyan lennék én? Nem, nem. Én sokat, sokszor jelentkeztem már, volt, hogy írtam nekik hosszabb, rövidebb levelet, hogy szívesen tesztelném a játékot, segítsem a munkájukat, meg akkor cserébe tudtam volna mondani egy-két ilyen információt. De nem, most még válaszra sem értettek, úgyhogy nem. Ez most már egy ilyen 3 éve én elengedem. Az elmúlt 3 játéknál már a kis ujjamat nem mozítottam meg. Meg hát látszódik, hogy semmi értelme nincs. Tehát ez számtalan beta teszter elmondta, hogy meg látni lehet a fórumokat, hogy évek óta újra meg újra ugyanazok a problémák fölkerülnek a fórumra, és ugyanúgy megjelennek továbbra is, megjelennek, ott vannak, nem javítják, és a többi. Olyan dolgokat javítanak, hogy amelyiket így tudják javítani. Mint akik így nem értenek hozzá, tényleg. Hát ez nekem bonyolult, azt nem javítom inkább, az hadd legyen ott. Na, az király, Csuri. Hát tudom, figyelj, én nagyon sok ilyenre találkoztam már korábban, hogy hogyan osztogatnak béta kulcsokat. Ja. Baj. Hát ezek az információk előbb vagy utóbb kiszivárognak. Vannak tudatosan kiszivárogtatott videók, amivel szándékosan akarnak felcsigázni bennünket, meg vannak olyanok, amik hát így kikerülnek, mert hülyék néhányan, és akkor elkerülnek. És akkor ezeket én szépen összegerebjézem, és akkor egyszer majd így megbeszéljük őket. Ahogy volt ez tavaly is. Hát bízom benne, egyetlenül mindig, hogy valami lesz, hogy valami pozitív változás történik, de ez olyan, mint a Ferrari igazából, tehát évek óta ugyanaz. Köszi a közreműködéseteket egyébként. Bármilyen információtok van, tegnap is ezt beszéltük, hogy ha bármilyen információtok van, nyugodtan írjátok le a befejtsevegőbe, vagy nekem privátba, mert ezeket én összeszedem, és akkor majd ezeket átadom az információkat. Egy 20 perc alatt. Nézzünk esetleg egy-két videót. Hát ahogy tavaly is volt, egy 22-vel. Ez tök jó volt. Fölkészültünk lényegében a játékra.